Egerbe látogatott április 22-én szerdán Colin Bradley Bell, amerikai nagykövet. A látogatás az Egri várban kezdődött, majd találkozott Habis László polgármester úrral, ezt követően pedig megtekintette a líceumot is. Az intézmény vezetőivel egy rövid megbeszélést követően megtekintették a főiskolán működő amerikai kuckót, ahol a nagykövet asszony a sajtóképviselőinek kérdéseire is válaszolt, hogyan telt a napja, merre járt Egerben. Elsőként a várat látogattam meg, ami egyszerűen lenyűgöző, és találkoztam azzal a két emberrel is, akiknek köszönhetően a városba látogattam, mivel a közösségi oldalamon ők javasolták, hogy mindenképpen jöjjek ide, hála nekik egy csodálatos városnézésen vehettem részt. A vár után egy középiskolában jártam, hogy találkozzak az oktatókkal, és nagyon élveztem, hogy a diákokkal is beszélhettem, akik körülbelül 30-an voltak. Meséltem nekik a munkámról és az Egyesült Államokról, külön öröm volt számomra, hogy kérdeztek is, nagyon jól éreztem magam velük. Ezután találkoztam a polgármester úrral, beszélgettünk, sétáltunk, illetve együtt is ebédeltünk, amiközben alkalmam nyílt megkóstolni a csodás egri borokat is. Ezt követően pedig idejöttem a főiskolára, ahol találkoztam a rektor úrral, és most itt vagyok. Eddig csodálatos nap volt, teljesen lenyűgözött ez a csodás város, illetve akikkel találkoztam. Miért ilyen fontosak a nagykövetség számára a Magyarországon működő amerikai kuckók? Azért, mert így sokkal nagyobb területet érhetünk el, mint Budapest, könnyebben tudjuk promotálni az amerikai érdekeket, illetve igyekszünk buzdítani és segíteni az embereket, hogy utazzanak Amerikába, valamint információt biztosítunk olyan kérdésekben, ami érdekli a magyarokat az Amerikai Egyesült Államokkal kapcsolatban. Tervezi, hogy visszalátogat Egerbe? Igen, mindenképp vissza szeretnék jönni a családommal együtt néhány napra. Meg szeretnénk látogatni a fürdőket, szívesen mennénk biciklitúrára a borászatokhoz, elmennénk néhány koncertre is, és jó lenne végig sétálni a város utcáin is. Már nagyon várom, hogy visszajöhessek. A nagykövet asszony elmondta, nagy hatással volt rá Eger, és mindenképpen vissza szeretne majd látogatni hosszabb időre a családjával együtt, jobban felfedezni a várost, valamint megismerkedni az itt élő emberekkel.